Második félidő 29. perc, Ignác kanyarította be a szögletet. Szántó a másik oldalon. Szántó. Elcsúszik Ignác, és ott volt Dragoner. Ignác beadta, Dragoner pedig a söprögető befejelte. 3-3. A 38. perc, a második soproni szöglet egy perc alatt. Seiler jön, és bizony Lisztes az, aki kirúgja a vonalról. Nem, a játékvezetőre mutatja, hogy gól. Dragoner az, aki a gólt fejeli. Megkezdődik a 33. perc. És a negyedik hazai szöglet, ezúttal is Jeremejev. Egy csúsztatás, gól! Dragoner, csak úgy, mint az első gólnál, Jeremejev ezúttal is a rövid sorokra ívelte be a szögletet. Most is Csehi Zoltán csúsztatta meg, Dragoner pedig még beletette a fejét. 3-0. A vendégek harmadik szöglete a 21. perc végén Lázár rúgja. Jó a csúsztatás, és ott a gól. Lázár szöglete után az előre húzódó Dragoner fejel a bal alsó sarokba. A második félidő 22. percében megszerzi a vezetést az Instat Stadler. A túloldalról is Csehi István végzi el a szögletet. Mitring egy picit aláugrott, Dragoner, gól! Jól csavarodott középre a labda, Mitring nagyon csúnyán aláfutott, rosszul ugrott föl, a lecsorgó labdát pedig Dragoner lőtte a hálóba. 1-0-ra vezet a 28. percben a hazai csapat. Huszonkilencedik perc. Gól. Dragoner. Ez már a megszámlálhatatlanul sokadik BVSC szöglet volt. Mindez idáig nem volt vele semmi bajuk a pécsi védőknek. De most nagyon elfeledkeztek Dragonerről. Ismét a vendégeknél az előny. Popa. Csató állja útját, Dragoner, nincs les, jó kiugratás, Bükszegi még ez a csel is jó, ott a gólhelyzet, gól az előrehúzódó Dragoner. A 25. percben Dragoner mesterien indított, majd követte az akciót, és Bükszegi átadását végül ő értékesítette. Vezet a BVSC. A 37. perc, Nyilas teszi be a labdát, gyönyörű szép fejes. Dragoner húzódik előre, akiről tudják, mert BVSZ-s is volt, hogy jól fejel, és keményen a bal felső sarokba teszi a labdát. 2-2. Nyilas készülődik a szögletrúgás elvégzéséhez. Nyilas. Jó a beívelés. Dragoner 1-0-ra vezet a Ferencváros. Nyilas nagyszerű szögletét a két zalaegerszegi védőtől szorongatott, Dragoner fejelte a bal sarokba. Mostantól kezdve góleső a góllesőben, meg hát a Győr Fradi rangadón is. Mir jut a szöglete? 3 perc múlva át a hosszú oldalra, Horváth fejeli le a földre, és Dragoner középen némi szerencsével, de újra vezetést szerez a Ferencvárosnak. Lipcsei szöglet a 60. percben. Eljut középre, és kapufa majd gól. Dragoner lövi. Az egész soproni védelem előtt elgurult a labda. Dragoner pedig egy elég fura mozdulattal belekapált szinte a labdába, ami a kapufáról a hálóba pördült. Borsi tehetetlen volt. 1-1
a 60. percben. Ferencvárosi szöglet a 27. percben. Véni veli be a labdát, ott az érkező ember és gól, Dragoner. Egyenlít a Ferencváros, egy perccel azután, hogy a Lombard megszerzi a vezetést. Vén szögletére, a rövid sarok felé mozdul Dragoner, és miután Gelei nem jön ki, elcsúsztatja a labdát mellette. 2-2. És már jön a szöglet. Vén, Dragoner teljesen tisztán érkezik, és vezet a Ferencváros. A 73. percben alaposan lemaradtak a védők az előre húzódó középhátvédről, aki teljesen szabadon fejelhetett a hálóba. Az öt és felesről szinte fel sem kellett ugrania, bíró teljesen kiszolgáltatott helyzetben volt. Egyébként Medgyesinek kellett volna őriznie ennél az esetnél a Dragonert, ám itt láthatjuk, hogy csak keresi a középhátvédet, aztán megtalálja, de már túl későn, akkor, amikor visszafut a gól után. Da. Pinta a 16-oson belül. Milinte jön, de nem tudja elboxolni. Pintéig jut a labda. Dragoner lyukat rugott közben. Alex Monken. Jól teszi be Dragoner, ez pedig gól. Az 5. Dragoner előre húzódott, és először ugyan az akció folyamán lyukat rugott. Ezt azonban most belőtte. Alex Monken Usvát mellett vitte el a labdát. Dragoner pedig gyakorlatilag senkitől sem zavartatva lőhetett a hálóba. Körülbelül 7 méterről. 5-0 a Ferencvárosnak a 43. percben. Pinte. Lipcsei megint a biztosító, hiszen Dragoner és Rutka, valamint Seregi is előre ment fejelni. Kocsárdi elvéti, óriási hiba volt. Gera, nagyfejes, kapufa, gól! Dragoner! 5 perccel a befejezés előtt, 3-2. Kocsárdi nem tudta elrúgni a labdát, és ez végzetes hiba volt. Dragoner Attila 5. gólja a bajnokságban. Gera lehelet finoman emeli vissza, és Dragoner úgy csúsztat, hogy a kapufáról bepattam. Ismét a hazaiak vezetnek. Turi ezt nem érhette el. Lipcsei. Posza mozdul ki, elfejelik előle, Szabó Tibor megy a labdáért, és el is csípi. Szabó. És ott az egyenlítés, Dragoner. 2 perccel a vezető gól után Dragoner egyenlít, volt egy kapufája, és most betalál. Dragoner tehát a gólszerző. Megint váratlanul tűnt föl, talán nem figyeltek rá eléggé, és nagyon szép fejes gólt szerzett. Lipcsei íveli a labdát, Posza kimozdul, de elfejelik előle méghozzá Tamási, a kipattanó labdát aztán begyűjtötte Szabó, aki nagyon szépen teszi vissza középre, Dragoner pedig teljesen tisztán fejelhet az ötösről. 1-1. Még nem is igazán örülhetett az Újpest, amikor egyenlít a Fradi. Újabb ferencvárosi próbálkozás, Dragoner, láttuk, hogy szívesen megy előre az Újpest elleni meccsen is, megpattanó labda, 2-2. Dragoner tisztán, 22-23 méterre, aztán amikor kilépnek rá, akkor szerencsétlenül ér hozzá egy védő. Ez becsapja a fiatal kapust, egyenlít a Ferencváros. Kellemetlen, pörgős labda, nehezen lehetett kiszámítani. Dragoner az Újpest ellen gólt fejelt, most gólt lőtt. Miért még nem is láttam?
Ferencvárosi szabadrúgás fél perccel később. Gyepes fejeli el a labdát, Gera vissza, és vezetnek a zöld-fehérek. Megvan a közönség, és a játékosok által is olyannyira áhított vezetőgól. Hatalmas az öröm mind a pályán, mind pedig a nézőtéren. Dipcsei csavart középre. Gyepes lengyel és Sovumi között tovább bólintja a labdát. Gera eszmél elsőként, középen pedig Dragoner érkezik. Éger szeretett volna menteni. Itt láthatjuk majd, Dragoner azonban megelőzi a védőt. Gyepes nyeri az első fejpárbajt, Gera a másodikat, ide-oda szaladgálnak csak a dunaújvárosi védők. Végül Dragoner éri el a gólt. Itt láthatjuk, amint Dragoner lábát érinti a labda. Jovic ugrál, ő már azonnal felkészült a szögletre. És egy szép fejes gól! Dragoner betalál a nevelő egyesülete ellen. 4-0. Álmosabb kezdés a második félidőben Ferencvárosi részről, de hajrá megint a hazaiaké. Dragoner Attila 20. gólja a magyar bajnokságban. Nem is biztos, hogy fejjel talál. Az nagyon csúnyán mellé nyúlt szegény horvát. És hát hozzá is ért. Tehát. Kis szöglet, Lipcsei, Tököli ívelhet középre. Gerát megtolják egy kicsit, de még eléri a túloldalon. Gera be tudja adni. Egy lefejelt labda, és egy óriási gól. Dragoner a lefejelt labdát félfordulattal a bal felső sarokba vágta. Vezet a Ferencváros a második félidő 15. percében. Váratlan ez a ferencvárosi vezetés, hiszen többet támadott a Videoton. Csei rúgja meg középre a labdát. Nagyon jó volt, gyönyörű volt. Dragoner robbant be középen, ketten-hárman is érkeztek, indultak a labdára, és végül a csúsztatásból, Dragoner csúsztatásából megszerezte a vezetést, a második gólját a Ferencváros. Nagyon jól lőtte be Lipcsei a szögletet. Két-három játékosnak is lehetősége volt a Ferencvárosból, hogy belefejeljen, de Dragonernek sikerült ez. De azért most ebből az ismétlésből lehetett látni, hogy hozzáértott még az egyik pécsi játékos is, és róla pattant be a labda, azt hiszem Szabados volt az, akinek a testén irányt változtatott. A némi mázdi azért kellett hozzá, tegyük hozzá. Lipcsei még elélheti, meg is van. Még egy beadás, Tudor jön, és bent van a labda, nem támadták a kapust. Ha jól látom, Dragoner a gólszerző, igen. Tudor ezúttal úgy tűnik nagyon hibázott, kiejtette a labdát, úgy tűnt, hogy nem támadta senki. És a második félidő 38. percében egyenlít a Ferencváros a Videoton ellen. A szöglet után pedig egy fejes és egyenlít a Ferencváros. Dragoner Attila jött le előre, és senkitől sem zavartatva a Lipcsei által egy az egyben pontosan a fejére évett labdát bebólintotta Vég Zoltán kapujába. Bomba erős fejes, Vég szinte mozdulni sem tudott rá, pedig tudták, hogy Dragonerre figyelni kell, hiszen általában a Ferencváros szögleteinél ő az, aki zavart kelthet, zavart okozhat. 47. perc, egyenlített a Fradi. Rósa szögletét Dragoner bólintotta a bal alsóba.
A köztudottan jól fejelő középhátvédet kicsit érthetetlen módon hagyták ennyire tisztán fejelni. 1-1, és következhetett. Egy perc elteltével Botis csúsztatta meg Rósa bedobását, amit Dragoner lemásolva első találatát, megint a bal alsóba fejelt, még Gera ollózó mozdulata sem zavarta meg. Így élete első duplája, 4 vesztes meccs után végre 1 pontot ért a Ferencvárosnak, és egy kis reményt a bajnoki címre. Majdnem leollózta a fejem, de még ütembe szóltam neki, hogy engedje, és hál' Istennek jó sikerült helyezni. Pogacsicsi lenne, legalábbis kimozdult, és akkor illet volna elérnie, kipattan róla, Dragoner gól! A harmadik Dragoner fejes gól a szezonban, 2-0 Fradinak. Kétszer is bizonytalan volt Pogacsics Krisztián, hiába reklamál, most egy emberként a Zalaegerszeg, hogy egyszer aláfutott a labdának, másodszorra pedig nem tudta fogni, csak ütni, és Dragoner belestukkolt, ezzel duplázza meg a Fradi előnyét. Rossz irányba megy a felszabadító fejes is, és aztán ott van Só, de emlékeztetek mindenkit, hogy a kapus az özés felesen belül sem tekintendő porcelán babának. A másik ünnepelt pedig, mint említettem, Dragoner Attila, aki 1997-ben igazolt először a Ferencváros együtteséhez, majd ugyan kétszer is külföldre ment, de mindig visszatért a Fradihoz, és pontosan 348 mérkőzést játszott. Az ő játékos karrierjét többek között 3 bajnoki cím, 2 magyar kupa és 1 szuperkupa megnyerése színesítette, és hát borzasztó érzés lehet azért Dragoner Attilának, hiszen gyakorlatilag második otthona volt a Ferencváros, de lehetséges, hogy az első is. Egy hónappal ezelőtt döntött úgy, hogy abba hagyja, befejezi. És hát az is kiderült ugye a riportból, hogy Bruckner László nem tette őt be a kezdőcsapatban, egészen biztos, hogy ha olyan eredmény alakul, akkor Dragoner Attila pályára fog lépni ezen a mérkőzésen is majd. Hát azt gondolom, hogy más szempontból ugyanilyen kérdéseket felvet a közeljövő a Pápa együttesénél is. Balog. Abdi. De szép csel volt. Abdi. Még egy csel. Abdi még mindig. Rósához. De még mindig ott van. Dragoner lövi el. Itt is betalált. Dragoner az utolsó mérkőzésén a 89. percben beveszi Szűcs Lajos kapuját. Ennél nagyobb örömöt nem okozhatott volna a ferencvárosi szurkoló tábornak ez az utolsó 2 perc, mint hogy a búcsúzó Dragoner gólt szerez. És hát a megszokottnál is nagyobb öröm, azt hiszem érthető. Megint Abdi érdeme, tessék nézni, egy csel, leviszi az alapvonal felé, visszahúzza a labdát. Ezzel 2 embert megbolondít. Itt Rósa nem találja el, Dragoner belép a támadásba, és aztán a jobb sarokba lövi. 3-0 a Ferencvárosnak ezzel. Így azt gondolom, Dragoner Attila ilyen érzelmi állapotban még nem könyvelt el gólt.